Kedves érdeklődő, kedves építkező, eljutottunk odáig, hogy elvégeztük a földmunkát a munkaterületen, kivonásva az alap. Ugye itt az alapozásnál meg kell említenem, hogy a házakat kétféle alapra, többre, de családi házaknál maradjunk, kétféle alapra tudjuk rárakni. Az egyik az egy sávalap, amelyik arról szól, hogy ásunk egy 50 cm széles és általában 60-70-80 cm mély gödröt. Ez tulajdonképpen megadja a ház kontúrjait, és ebbe vasalatot és betont helyezünk el. Ezt hívjuk sávalapnak, erre még lábazati elemeket rakunk, feltöltjük, és utána jutunk el addig a fogadó szintig, amit szakmailag úgy hívunk, hogy szerelőbeton, amely majd fogadja a falazatot. Na de ne rohanjunk előre. Tehát létezik a sávalap. Ebben a sávalapnál egy dologra kell figyelni, hogy nagyon pontos alapásás után ezek beomolhatnak, tehát nagyon fontos kézzel megigazítani a sávalapot, mert az ilyen beszakadások rengeteg betont nyelnek el, illetve még egy fontos, hogy a sávalapba kengyelezett vasalatot kell, talpgerendának is hívhatjuk, ezt kell végigfuttatni statikai tervnek megfelelően, ami tulajdonképpen nem engedi, hogy az alapozott beton, az alapbeton, az alapnak a betonja megrepedezzen, megtöredezzen, hanem egybe tartja, összeköti, egy formában tartja az egész sávalapot. A sávalap általában az elfogadottabb alapozási mód ma a magyarországi építkezéseknél, de olyan helyen, ahol a talaj nagyon kritikus, ott talajmechanikai szakvéleményt érdemes csinálni, amely megmondja az alapozásnak a típusát is. Ezt általában meg szoktuk spórolni, mert 2-3-400 000 forint is lehet a költsége. A másik alapozási mód a lemez alap, amikor nem ások gödlöt, hanem egyszerűen egy lemezt csinálok, aminek megvan a megfelelő vastagsága és rétegrendje, és erre állítom rá a házakat. Ezt ma azért szeretik jobban, mert megspórolom vele a földmunkának az ásás részét, illetve sokkal jobban lehet szigetelni hőszigetelés és vízszigetelés szempontjából, mint egy sávalapot. De ezt már a tervező a tervezés fázisában előírja, hogy melyik alapozási móddal fogjuk megépíteni az épületet. Itt egyre kérek mindenkit, hogy nagyon figyeljen, mégpedig arra, hogy az alapozási módoknál jelentős költségbeli különbség van. A sávalap sokkal drágább, mint egy lemezalap. Erre érdemes figyelni, de van, ahol nem engedi meg a talaj a lemezalapot. És még egyre, hogy a talajmechanikát, ha szükséges, ne sporoljuk meg, mert sokkal többet elvesztünk az anyagba, mint azzal a talajmechanikai szakvéleménnyel, amely megmondja az alapozás módját. Innen fogjuk folytatni.